És most Barbie legújabb rock and roll kalandja következik. Rock a múlt körül. Történet legnagyszerűbb koncertje. Barbie és a Rockstars a világbékért játszottak a világűrben. Nagyon köszönjük, Dr. Lénárt. Sohasem fogjuk elfelejteni. A köszönet neked jár. Az első földön kívüli koncertet fantasztikus volt. Viszlát! Ez csodaklassz. Ezt komolyan mondod? Hát persze, a súlytalanság nagyszerű érzés. Zenével még jobb. Fogalmam sincs, de nem az, aminek kellene. El nem tudom képzelni, mi ez. Ken, nézd! Látod azt az órát? Mintha visszafelé járt volna. Istenem, mi folyik itt? Honnan tudjam? Hiszen ezek órák. Nézzétek, megérkeztünk. Hihetetlen. Nem tudom, hogy mi volt ez az egész, de jó újra biztonságban lenni. Irányító központ. Itt Barbie, vétel. Itt az irányító központ. De tulajdonképpen mondhatjuk így is. Mire van szükségetek üzemanyagra? Megadja az engedélyt a leszálláshoz. Ez csak természetes. Na és hoztatok magatokkal kis zöld marslakókat? Visszatéréshez felkészülni. Írtó klassz! Egy rózsaszín repülőgép! Tutira bulis! Hol vannak a többiek? Lehet, hogy rossz repülőtérre szálltunk le. Valami nem tetszik nekem. Nézzétek ezeket a régi gépeket. Ez olyan, mint egy repülőgép múzeum. Nagyon különös. Nézzétek, ott jön valaki. Gyere már, apa! Oda néz! Szentséges egek! Ez elképesztő! Hello! Ti földön kívüliek vagytok?
Nem, csak most jöttünk vissza. Maslakok vagytok? Nem, úgy nézünk ki, mint a marslakok. Én Barbie vagyok, ők pedig a Rockstars. Én Dr. Mary View vagyok, ő pedig a lányom Kim. Nagyon örülök, hogy megismerhetem. Ha nem a Marsról jöttetek, akkor honnan? A Földről, akár csak te. De egy kicsit korábban érkeztünk, mint elképzeltük. Ma szeptember 25-e van? Aha, 1959. szeptember 25-e. 1959? Azt hiszem, elég korán visszaértünk. Túlságosan is korán. Valahogy visszautaztunk az időben. Tehát ez a magyarázata ennek a valaminek. Ez egy űrrepülő. Hát lehetséges. Az emberek kijutnak a világűrbe. Sőt, még azon is túl, Dr. Mary View. Csak azt szeretném tudni, mi hogy jutunk vissza. Ne izgulj, majd a papám megoldja. Van rakétája is. Tud nekünk segíteni? Minden esetre megpróbálok. De egy kis időt vesz igénybe, később még beszélünk róla. Kim, miért nem vezeted körbe a vendégeinket? Elmehetek velük? Nos, amíg itt vannak, nézzenek körül a városban. Rendben van. Ezt nézzétek meg, ez már valami. Úgy érted, klassz, irtoklassz. Klassz, irtoklassz. Is. És most, Barbie, hogyan tovább? A régi filmekben ilyenkor elmennek valami menő helyre szórakozni, ha jól emlékszem. Hova szoktál menni a barátaid a suli után? Nekem nincs olyan sok barátom. Dehogy nincs, hiszen itt vagyunk mi, és mi mindig a barátaid leszünk. Így van. Bizony. Ezt ne felejtsd el. De nem ám. Hát, kösz. Szóval, hol van az a klassz? Te nem idevalósi vagy, ugye? Hát majdnem. Nem akarjátok, vagy játszunk? De igen! Kérsz egy hideg joghurtot? Egy hideg mit? Vagyis... egy banánsplittet. Thank you.
veledünk? Aha. Honnan jöttek? Hát ide fosztjattak az égből. Vagyis földön kívüliek? Köszönjük! Nagy megtiszteltetés, hogy ott játszhatunk. Másrészt, hogy mindenkit beavathatunk a világűr titkaiba. Azokba a csodákba, amiket mi már... Úgy hangzik, mintha jártatok volna már ott. Csak azt tudom, hogy bármi megtörténhet, amit elképzelünk. Ezért is mondtunk igent erre a koncertre. És tisztelettel meghívunk mindenkit, hogy tartson bennünk egészen a csillagos égig. Barbie, a képkeneverelem fog énekelni. Barbie, a képkeneverelem fog énekelni. Barbie, a képkeneverelem! Ma Washingtontól Párizson át egészen Tokióig mindenki Barbie és a Rockstars képkenevereli koncertjéről beszél. Már alig várom, hogy az űrben szállhassak. Legalább annyira, mint a koncertedet, Barbie. Egyiket sem fogja elmulasztani. Ebben biztos vagyok. Barbie! Barbie, apa megcsinálta! Igazán? Azt hiszem, tudom, hogy juthatnak haza. Ahogyan azt elképzeltem, a zene, amit éppen játszottak, és a föld helyzete létrehozott egy időalagutat. Csak meg kell ismételnünk. A földnek ugyanabban a pozícióban kell lennie, és ugyanazt a zenét kell játszaniuk. A zenével nem lesz gond, de mi a helyzet a földdel? A föld a koncertjük estéjén lesz ugyanabban a pozícióban. Hát, azt hiszem, akkor ez egy igazi kozmikus előadás lesz. Van itt. Igen. Minden rendben van, Barbie? Hogyan tudnám megköszönni önnek? Nekem? Én tartozom köszönettel. Mindenről megbizonyosodhattam, amit eddig csak feltételezni mertem. Tényleg el kell mennetek? Attól tartok, igen. Tudom már, apa és én veletek megyünk. Azt hiszem, ez nem fog menni. A papádnak még be kell fejeznie a kísérleteit, amiket már régóta dolgozik. Ő már így is a jövő egy része. De van egy olyan érzésem, hogy nem sokára újra találkozunk. Biztos vagy benne? Tessék.
Ó, Barbie, köszönöm! Ha magányosnak vagy szomorúnak érzed magad, csak fogd meg ezt. És én majd gondolok rád. Rendben? Itt az idő, Barbie. Barbie! Vigyázz magadra! Barbie! 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 Köszönjük! Köszönjük! A világűrvéri koncertjét után ismét a Földön üdvözölhetjük a világűrmesség legnagyobb sztárjai a színpadon, Barbie és a Rockstar. Megcsináltuk! Megérkeztünk haza! Épp időben egy visszatérő koncertre. Készen álltok? Igen! Készen álltok a rockra? Mondtam, hogy találkozni fogunk. Ő a kislányom, Megan. Szia, Megan. Barbie! Hú! A mami tényleg ismert téged? Régebben, mint hinnéd. Barbie, te vagy a kedvencem. Barbie mindenki kedvence. És mindig az is marad.